De mi az, ami nem látszik? És ebben nagyon-nagyon meg kell erősíteni őket, hogy nem látszik az, és nem látszik az önéletrajzukban az, hogy ők önbizalomra tesznek szert. A Bonyhádi Völgységmúzeum adott otthont egy attitűdformáló workshopnak. A paksi gazdasági fejlesztések kapcsán számos külföldi munkavállaló érkezik a megyébe, és az ő beilleszkedésüket segítik ezek az interkulturális ismeretekre alapuló előadások. A miniszterelnökség a paksi fejlesztésben résztvevő gazdasági társaságon keresztül elkötelezett a nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló fejlesztés és harmonizáció irányába, melynek érdekében támogatják a térség lakói, intézményei, szolgáltatói interkulturális ismeretének bővítését. A Bonyhádi és Tolna megyei lakosoknak, helyieknek ad egyfajta segítséget, egyfajta kezdőpontot ahhoz, hogy egyáltalán ezekből a teljesen különböző kultúrákból származó emberekkel hogyan vehetik fel a kapcsolatot egy kicsit, hogyan érezhetik magukat az ő bőrükbe, hogyan próbálhatják meg megérteni őket, és ezáltal elfogadni őket, és egy élő közösségnek a részévé válni. Ugye ez a gondolatkör, amit most így körbe fogunk járni, ez az, hogy hányféle módon lehet egy kultúrát még leírni, miféle dimenziói vannak. Ez egy rendkívül jól és rendkívül professzionálisan felépített műhelybeszélgetés. Itt két tréner vezeti végig, akik a Pécsi Tudományegyetemnek az oktatói, illetve emellett ennek az attitűdformáló workshopnak a trénerei, és ők koordinálják ezt az egészet, de ezt nem egy ilyen száraz, passzív előadásként kell elképzelni, hanem a résztvevők aktív bevonásával egy tudatos, közös gondolkodásra késztetés az, ami itt történik. A téma a kultúrák találkozása. Ez volt a foglalkozások középpontjába, és ezt közelítették meg az előadások alatt különböző dimenziókban a résztvevők az instruktorok segítségével. Az interaktív foglalkozások során nagyon fontos szempont volt, hogy saját élményre alapozva közelítsék meg az adott témát a jelenlévők. És így körbejárjuk a saját szerepeinket, identitásunkat a beszélgetések során, illetve a kultúráról beszélgetünk, éppen erről megy a diskurzus, hogy mi a mi kultúránk, és a mi magunk kultúrájának a beazonosításával tudunk kilépni a mások kultúrájának a megismerésére, megértésére. Az összehasonlítás az mindig egy óriási, vagy egy nagyon jó eszköz arra, hogy megismerjünk mások megközelítéseit, értékeit. Innentől megyünk tovább a kommunikációnak a különféle eszközeik, hiszen ahhoz, hogy valódi kapcsolatokat, igazi értékes együttműködéseket tudjunk létrehozni, az a kommunikációnak az eszközeivel kell tisztában legyünk, különös tekintettel azzal arra, hogy hogyan tudunk empatikusan fogadni idegen országból, idegen kultúrával érkező embereket, és mi az a kommunikációs eszköz, amivel meg tudjuk könnyíteni az ő integrációjukat. A foglalkozások nem előadások, ez egy workshop, tehát nem egy irányú kommunikáció és ismeretátadás, hanem inkább beszélgetések. Úgy mondjuk ezt, hogy a nem formális pedagógia eszköze. Nem formális pedagógia, ez pedig minden az, amit meg lehet tapasztalni, át lehet beszélni, és ezeken a tapasztalatokon keresztül magunkévá tudjuk mélyebben tenni, gyakorlatibbá tudjuk tenni az ismereteket. Magdali Csaba azt is hozzátette, hogy a kultúrák a nyugati társadalmakban régebb óta ütköznek, találkoznak és simulnak egymásra mindenféle dinamikákkal, és régóta foglalkoztatja a szakembereket, hogy hogyan lehet különféle kultúrájú embereket valamilyen pedagógiai eszközzel egymáshoz közelíteni. Ha pedig arról beszélünk, hogy ezt a programot mi hozta létre, akkor valóban most talán van egy ilyen alkalom, ami a Paksi Atomerőműnek a fejlesztésére irányul, és hát ezt tudjuk, hogy ez mindenképpen egy nemzetközi együttműködésnek az eredményeképpen fog létrejönni, ami azt jelenti, hogy mindenféle társadalmakból, mindenféle kulturális háttérrel, nyelvi háttérrel rendelkező emberek fognak megjelenni Tolna megyében, koncentráltan Paks térségében, egyéb iránt pedig valószínűleg az egész megyében. És ez akarva akaratlan találkozási lehetőségeket jelent, és ezeknek a találkozásoknak különféle kimenetei lehetnek, és mi mindig bízunk a legjobb a kimenetben, és azt gondolom, hogy az, hogy hogyan lehet pozitív találkozásokat létrehozni, arról érdemes egy kicsit beszélgetni, milyen megközelítéseket igényel.
Magdali Csaba azt is elmondta, hogy nagyon fontos a teljes körű ismeret legyen bármiről is szó. Ha csak részinformációkkal rendelkezünk, akkor nagyon könnyű elhamarkodottan ítélni. Ez az emberi természetből adódik, hogy könnyen kategorizálunk és sztereotípiákat alkalmazunk. Nem minden helyzetet tud jól bemutatni néhány információ, aminek csak a birtokában kerülünk, hanem az ember személyes megismerése, beszélgetések, mögöttes információknak a megismerése egészen más megközelítéseket tud hozni, és közelebb tudja hozni egymáshoz az embereket. Meg tudjuk érteni egymás motivációit, egymás reakcióit, és innentől kezdve könnyebb talán igazodni és alkalmazkodni másokhoz. Általános megközelítést, egy szemléletet szeretnénk adni ezzel kapcsolatban, hogy érdemes megtenni azokat a lépéseket, érdemes valamilyen módon kommunikálni, érdemes kíváncsinak lenni, hogy egy társadalmi jelenség, egy megjelenés mögött mi van, és milyen az az ember, milyen motivációi vannak, vagy milyen körülmények közül érkezik, vagy számára mi az evidencia egy bizonyos helyzetben, és lehet, hogy számunkra meg teljesen más az evidencia. És sokszor csodálkozunk rá ilyen helyzetekben, hogy mi történik. És számunkra teljesen más tűnik logikusnak, mint egy másik kultúrából érkezőknek. Ha ezt megértjük, hogy kultúrák, szokások, hagyományok alapján másképp reagálunk helyzetekre, és az alapvetően a saját logikájából fakadóan értékes, és nem rossz, és nem rossz szándék van mögötte, akkor tudunk úgy reagálni rá, hogy megértsük, tisztázzuk, esetleg segítsük az alkalmazkodást és az itteni integrációt. Az előadásokon tanultakat a képzésben résztvevők nem csupán a munkájukban, hanem a magánéletükben is hasznosítani tudják majd.